Az önkormányzat támogatásának köszönhetően az Óbecsei Népkönyvtár 920 új magyar nyelvű könyvet vásárolt, közel 1 millió dinár értékben. 381 felnőtt könyvet és 549 gyermekkönyvet tudtunk vásárolni. A felnőtt könyvek közül van elég sok szakirodalom, ugyanúgy szépirodalom is, és a gyerekkönyvek közül pedig nagyon sok képeskönyv, mivel valójában ez a legnépesebb tagjaink a könyvtárban. 2013 óta ez az első jelentősebb könyvvásárlás, amelyet az önkormányzat pénzelt. Emellett a könyvtár jelentkezett a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett Márai programban való részvételre is. A pályázat sikeres elnyerésével újabb kötetek kerültek a könyvtár tulajdonába. Összesen 124 új könyvünk érkezett, ez főleg a szakirodalom területéből van, köztük gyerekirodalom is és szépirodalom is, azonban legtöbb pszichológia, szociológia, társadalmi és természettudományi kötetekkel bővült, ennek az értéke közel 270 ezer forint. Az új könyvek a rendszerezés után legkésőbb az év végén az Óbecsei Központi Könyvtár mellett a Bácsföldvári, a Péterrévei és a Csikéria pusztai kihelyezett részlegekben is elérhetőek lesznek. A könyvtár igazgatónője ugyanakkor bejelentette, hogy az Óbecsei Népkönyvtár pályázatot írt ki az igazgatói hely betöltésére, az ő megbízatása ugyanis hamarosan lejár. A pályázat november 17-én zárul.